Nagyon sok meghívót, nagyon sok megkeresést küldtünk ki. Lakossági fórumot tartottak a Dózsa mozi centrumban, ahol rengeteg ember jelent meg. Cserna Gábor polgármester az október 12-i önkormányzati választásokról, valamint Dunói város legfontosabb eredményeinek jelentőségéről is beszélt a résztvevőknek. Nézzék meg, hogy sokkal tisztábbak lettek a város közterületei. Nem azért mondom, mert így kívánom látni, hogy az én szemeim ezt láttatják velem, hanem azért mondom, hogy hál' Istennek az emberekkel, a polgárokkal, önökkel beszélgetve ezek a visszajelzések. Kettő, stabil lett a vasmű működése. A vasmű működésénél a városban fontosabb, nyugodtan jelentsük ki, fontosabb kérdés nincsen, hiszen foglalkoztatottságot, hiszen családok megélhetését jelenti. És hogy nem mondjak ilyen utolsó dolgot, hogy kultúra, szabadidő, sport, amely nem elhanyagolható kérdés. Pár héten belül büszkén vehetjük át uniós forrásomból megújult belvárosunkat, városháza teret, műfüves pályát, elindult a stadionunk, a labdarúgó stadionunk felújítása, rekonstrukciója, első ütemben a világítási program, a beléptetési rendszer valósul meg egy közel 600 millió forintos állami támogatással. Politikában az európai szinteret is. A péntek esti rendezvényen részt vett Bájer Zsolt újságíró is. Gondolják végig nyugodtan azt is, hogy az elmúlt 4 évben mi történt a városban. Elmondta a polgármester úr. És én azt gondolom, hogy a tettek önmagukért beszélnek. Mielőtt idejöttem Dunaújvárosba, megkértek szépen, hogy álljak meg Rácz-Almáson, megálltam 1/2 órára, csak azért, hogy megnézzek ott egy ügyet, amit a helyi közösség, a helyi jobboldal véghez vitt. Arról van szó, hogy rendbe tették, kipucolták a helyi zsidó temetőt. Tisztelt hölgyek, urak, ez szinte semmiség, igaz? Csak amíg ott voltam Rácz-Almáson, végig azon gondolkoztam, hogy 70 évig senkinek nem jutott eszébe, hogy rendbe tegye a rácz-almási zsidó temetőt. 70 évig ez nem volt fontos. 25 éve meg azt hallgatjuk a másik oldaltól, hogy egyébként mi antiszemiták vagyunk, sok egyéb bajunk mellett. Aztán egyszer csak jöttek a rácz-almásiak, a helyi fideszesek, KDNP-sek, a jobbosok, azt vettek kapát, kaszát, kimentek a temetőbe, azt rendbe tették. A tettek számítanak. Bájer Zsolt előadását hatalmas tapsvihar követte. Az emberek a rendezvény végén személyesen gratuláltak az újságírónak.